Először is szeretnék gratulálni a Mosonmagyaróvárnak, abszolút megérdemelte, és minden tekintetben nemhogy jobb volt, hanem azt gondolom, hogy két szinttel fölénk nőtt. Támadásba, védekezésbe, csapatjátékba, egyéni teljesítménybe. Tudtam, hogy nem lesz könnyű, és azt gondoltam, főleg ahogy elkezdtük a mérkőzést, az első pár percben még azt gondoltam, hogy tudjuk tartani ezt a nívót, de hamar rá kellett jönnöm, hogy védekezés nélkül, ütközések, fautok nélkül ez nagyon nehezen megy, és hát bebizonyosodott az, hogy bizony-bizony ez a kézilabda alapja. Nehéz mit mondanom egy ekkora vereség után, annyit tudok mondani, hogy gratulálok és sok sikert kívánok a Mosonmagyaróvárnak. Én csak továbbadni tudom, mert a lányok fantasztikus elánnal kézilabdáztak a mai nap is, meg az előző mérkőzéseken is. Több céllal mentünk fel a pályára, az első az volt, hogy megtaláljuk magunkat újra a debreceni vereség után, ahol az utolsó 10 percben, vagyis hát a végjátékban igazából elveszett mindenki. Ez láthatóan maximálisan sikerült, fel tudtunk készülni, és igazából azt a tempót szerettük volna játszani, ami ránk jellemző. Meglepően jó effektivitással tudtuk befejezni úgy a lerohanásainkat, mint a támadásvezetéseinket is. Annak is nagyon örülök, hogy a játékosaim közül mindenki pályára tudott lépni, fiatal játékosaink is, és az, hogy a közönségünket így maximálisan ki tudtuk szolgálni. Lányoknak gratulálok, csodálatos volt, remélem, hogy ezt a fajta mentalitást ezt tovább fogjuk fogni vinni. Tudtuk azt, hogy mennyire nehéz Mosonmagyaróváron játszani, és hogy mennyire kemény csapat, ezt ma is bebizonyították, ahogy játszottak. Nekünk ma tényleg semmi nem sikerült, és blokkolva voltunk, így történt, úgyhogy nincs más lehetőségünk, mint tovább menni. From now we just have to look forward, but be congrats, you did a good performance. Köszönjük szépen a gratulációkat! Jó volt belül a meccs, én azt gondolom, hogy mindenki élvezte a játékot, jó, hogy mindenki játék lehetőséghez jutott. Az első 10 percet leszámítva szerintem majdhogy nem tökéletes meccs volt, nyilván voltak hibák, de én se tudnék egy embert kiemelni, mert tényleg ez egy igazi csapatmunka volt, mindenki hozzátette a magáét, úgyhogy örülünk ennek a két pontnak, hogy itthon tudtuk tartani, és remélem, hogy ezt a formát most már idegenbe is tudjuk hozni, mert itthon tényleg nagyon jól tudunk játszani, és remélem, hogy idegenbe is ezt most már tudjuk vinni magunkkal.